Még márciusi ülésén döntött arról a képviselőtestület, hogy pályázatot ír ki a gazdasági szervezet vezetői posztjára, mivel Krausz Valéria megbízása augusztusban lejár. A kiírásra egyetlen pályázat érkezett a jelenlegi vezetőjé Krausz Valériáé. A képviselőtestület kilenc igen hangú szavazattal újabb öt évre bizalmat szavazott neki. Elfogadta a képviselőtestület a 2016-os évi szociális ellátásokról szóló beszámolót. A beszámoló a pénzbeli és természetbeni ellátásokra terjed ki, magában foglalja az önkormányzati és a jegyzői feladatok ellátását, beleértve a polgármesterre, illetve a Szociális és Egészségügyi Bizottságra átruházott feladatokat is. A szociális ellátás függ a kérelmező vagyoni helyzetétől, szociális körülményeitől, egészségi állapotától, jövedelmi viszonyaitól és az esetleges krízis helyzettől. A 2016-os évben több mint 11 millió forintot fizetett ki az önkormányzat szociális támogatásként, összesen 1976 fő részére. Szintén jegyzői feladat a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatokról szóló éves beszámoló elkészítése. 2016-ban a Szociális és Egészségügyi Bizottság a polgármester és a jegyző gyermekvédelmi ellátásokra összesen 4.267.220 forintot fordított. Ez az összeg nem tartalmazza az oktatási-nevelési intézményekben napközbeni ellátás keretében igénybe vett normatív étkezési támogatást. A beszámolót a testület elfogadta. A belügyminiszter és a nemzetgazdasági miniszter pályázatot hirdetett a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására, ezen belül rendkívüli szociális támogatásra. Ezen támogatásra azok a települési önkormányzatok nyújthatnak be pályázatot, amelyeknek az egy lakosra jutó adóerőképessége nem haladja meg a 32 ezer forintot. Ebbe a kiírásba Vörösvár még beletartozik, hiszen jelenleg az egy főre jutó adóerőképesség 31.970 forint per fő. A testület döntött a rendkívüli támogatási igénybe nyújtásáról. Dr. Gábeli Ádám fogszakorvos 2017. májusában tájékoztatta az önkormányzatot, hogy a 2007. augusztus 13-án aláírt egészségügyi ellátási szerződést 2017. augusztus 31-i hatállal felmondja és praxis jogáról végérvényesen lemond. A képviselőtestület felhatalmazta a polgármestert, hogy kössön tartós helyettesítésre szóló megbízási szerződést dr. Balassa Katalin és dr. Kövesdi Katalin fogszakorvosokkal a tartós helyettesítésre, továbbá, hogy a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel a betöltetlen praxisra vonatkozó finanszírozási szerződést kösse meg, és az ügyben a Pest megyei kormányhivatal Szentendrei Járási Hivatal népegészségügyi osztályánál eljárjon. A képviselőtestület elfogadta a megüresedett praxis meghirdetésére vonatkozó felhívást is. Februárban alkotta meg a testület a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló rendeletet. Most néhány új tényállással bővítették, így szankcionálhatóvá tették a közterületen való, másokat zavaró, zaklató módon történő kéregetést, és azt is, ha valaki a közterületet gépjármű iparszerű javítása céljából vesz igénybe, tehát ha az autószerelő a javításra várakozó autókat a közterületen tárolja. Szankcionálható az a személy is, aki közterületen hagyja a szemetet, és a kötelező közszolgáltatást nem vesz igénybe. Szintén büntethető, aki közterületen póráz nélkül sétáltat kutyát. Az emél Cukrázda melletti terület önkormányzati terület, amelyből a szomszédos telek tulajdonosai a tulajdonokat képező területhez képest több méterrel szélesebb területet használnak. Az önkormányzati tulajdonú 1255 per 3-as helyrajzi szám alatti ingatlant teljes egészében elkerítették, és az 1263 per 1-es helyrajzi számon található lakóház részben ráépült az önkormányzati ingatlanra. Az önkormányzat felszólította a tulajdonosokat, hogy a kerítésüket helyezzék át a jogi telek határra, de kiderült, hogy a tulajdonosok szülei évtizedek óta jóhiszeműen birtokolták az önkormányzati területet. Gyermekeik már úgy örökölték az ingatlanokat, hogy nem tudtak arról, hogy a kerítés rossz helyen lenne. A helyzet peres rendezését egyik fél sem szerette volna, így a mostani ülésen az a döntés született, hogy az 1255 per 3-as helyrajzi számolat nyilvántartott 217 négyzetméter nagyságú ingatlant az értékbecslő által megállapított áron 2700 ezer forintért eladja az önkormányzat a szomszédos telek tulajdonosainak. A köztemetőben található szabad urnafülkék száma hamarosan elfogy, miközben 21 darab lejárt urnafülke van, amit a tulajdonosaik már nem akarnak újra megváltani. Ehhez hasonlóan a temető területén, a parcellákban elszórtan viszonylag nagy számban vannak olyan sírhelyek, melyek nem kerültek újra megváltásra, így azok felhasználhatóak. A képviselőtestület most döntött arról, hogy azon temetési helyeket, amelyek nem kerültek meg, lezárja, majd a jogszabályban előírt feltételek teljesítése után újra hasznosítja. A nagy tó körüli futópálya és sétáló út kialakításához szükséges a Pilisvörösvár 1459, 1460 és 1461-es helyrajzi szám alatti ingatlanokból néhány négyzetméternyi terület megvásárlása. Az 1459-es helyrajzi szám alatti ingatlanból 19 négyzetméterre lenne szükség, amely 178.543 forintba kerülne, az 1460-as ingatlamból 54 négyzetméterre, amely 507.438 forint, az 1461-es helyrajzi szám alatti ingatlanból pedig 85 négyzetméterre lenne szükség, amely 798.745 forintba kerülne. Az önkormányzat megkereste a három ingatlan tulajdonosát a vásárlási szándékkal, és mind a három tulajdonos pozitív választ adott. Készek együttműködni a fejlesztés érdekében, és eladni az önkormányzatnak a szükséges kis területrészeket. A képviselőtestület biztosította az ingatlan részek megvásárlásához és a telekalakításhoz szükséges fedezetet március végén döntött a képviselőtestület a Szabadság utca Kisfaludi utca kereszteződésében, a Budai út páros oldalán és a Nyár utca páros oldalán építendő járdák kivitelezőjének kiválasztására szóló közbeszerzés kiírásáról. A beérkezett ajánlatok alapján mindhárom szakaszra a legjobb ajánlatot a Stone Decor Kft. adta. A tízes számú főút páros oldalára nettó 9.950.000 forint ajánlati árral, a Nyár utca és a Szabadság kisfaludi sarok járdájára együttesen nettó 9 millió 900 ezer forint ajánlati árral. Az Rínyi óvodához vezető rövid járda szakaszra pedig nettó 550 ezer forint ajánlati árral.